A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorunkban megnézzük, hogyan készültek Marosagyén a Halloweenra, ellátogatunk a drogambulanciára és egy prototípus fejlesztő versenyre is. Emellett foglalkozunk a városszerte kihelyezett kamerákkal, valamint megismerhetik a fehérvári Skill Labort is. Végezetül pedig Séda Zoltán egy legújabb kisfilmjét is bemutatjuk Önöknek. Tartsanak velünk! Boszorkányok, szellemek, varázslók. Mindezek mára már jól ismert jelképei a Halloweennak. Ehhez a naphoz emellett még számos szokás is kötődik, mint például a töklámpa készítés. Nem tettek más, hogy Marosagyén sem Halloween alkalmából, ahol a kicsik szüleikkel együtt készítették az ijesztőnél ijesztőbb tököket. Magyarországon is egyre népszerűbb a Halloween megünneplése. Amerikában ezen a napon szokás, hogy az emberek ijesztő jelmezeket öltenek, illetve tököt faragnak. Nem tettek másképp a Gárdonyi Géza művelődési házban sem. A gyerekek szüleikkel együtt készítették a töklámpásokat. Mi először veszünk részt, a kislányommal 8 éves, úgyhogy mi érdeklődve jöttünk, hogy tulajdonképpen mi is fog történni. Mivel a kislány nagyon szereti, és a kortársainak már ebben nőttek fel, hogy már van ez a szokás, így alkalmazkodunk, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy hogy tudunk tököt faragni, mert még sose csináltuk. Éppen ezért Kata úgy véli, egy-egy tök igényes kifaragása bizony olykor-olykor okozhat nehézségeket. Mivel ugye ez családi program, így a családfő, a férjem is itt van, úgyhogy szerintem a nagy részét azt ő fogja csinálni a tökfaragásnak. Ő már állítólag gyerekkorában is faragott tököt, én még nem. Úgyhogy szerintem nem egyszerű, főleg, hogyha szépet és igényeset szeretnél. Úgyhogy... Ehhez pedig a művelődési ház munkatársai is minden segítséget megadtak. Szilvási Grund Helga azt mondja, minden évben igyekeznek halloweeni hangulatot teremteni Maroshegyen. Harmadik éve hirdetjük meg töknapi délutánunkat, és mindig nagyon nagy népszerűségnek örvend, és ilyenkor mindig a családoknak elmondjuk, hogy nyilván ez nem egy amerikai szokás csak, hiszen itt Magyarországon is és a Kárpát-medencébe is ismert volt. Egy picit később Luca napkor, de Luca napkor is szoktak régen tököt faragni, ugyanígy mécsest raktak bele, és igazából az ijesztgetés volt ezzel a cél. A tökfaragás mellett pedig számos a Halloweenhez kapcsolódó foglalkozással is készültek a szervezők. Mindenkinek biztosítunk egy tököt, amit ki tudnak faragni, és minden évben van olyan család és szülő, aki szülőként először a gyerekével farag tököt, ez az idén sincs másképp, emellett pedig kézműves foglalkozásokkal készültünk, az is egy kicsit a denevérek, a tökös és a mindenféle ilyen egy picit ijesztgetős és rémizgetős témában. A gyerkőcök közül sokan voltak, akik jelmezt töltöttek, boszorkányokkal és varázslókkal is találkozhattak a művelődési házba látogatók. Az egyik kislány elárulta azt is, miért várta a Halloweent. Azért, mert ilyen izgalmas, meg lehet tököt faragni, meg ilyen nagyon élvezetes szokott lenni. A foglalkozásokat követően a gyerkőcök az elkészült lámpásokkal indultak útnak a városrész utcáin, hogy rémizgessék az ott lakókat és édességeket gyűjtsenek maguknak. Tiszta, értékközpontú, szermentes élethez próbálja hozzásegíteni ellátottjait az Egészségdok Közhasznú Alapítvány. A fehérvári intézmény az elmúlt időszakban több mint 800 ezer forinttal gazdagodott, amely nagyban segíti a függő, sokszor mentális problémákkal küzdő fiatalok diagnosztizálását. Ezek a diagnosztikai eszközök nagyban segítik az Egészségdok csapatának munkáját. A most kapott több mint 800 ezer forintos adomány a Fehérvár Travel utazási iroda alapítványa jóvoltából érkezett az intézményhez. Gratulálunk a munkájukhoz, és további sok sikert kívánunk! A Fehérvár Travel Alapítvány 14 éve rendszeresen támogat tartósan beteg és fogyatékkal élőket. Negyedévente lehet pályázni az anyagi segítségre. Ezúttal az Egészségdok lett a kedvezményezett. A Fehérvár Travel Alapítványt a Fehérvár Travel utazási iroda tulajdonosa hozta létre, karitatív szándékkal, és az ő nemes hozzáállása és gesztusa alapján jött létre ez alapítvány, és neki ez a szempontja, hogy támogassa a fogyatékkal élőket.
és ezt nagyon-nagyon sok pénzzel meg is támogatja. Rejtett szexuális deviancia, agresszió, öngyilkossági hajlam, egyebek mellett ezek a gyakran életeket veszélyeztető problémák is kiszűrhetők a pályázati forrásból nyert teszteknek köszönhetően, ezért nagy segítség az intézménynek az adomány. Az addiktológiai központ klinikai szakpszichológusa azt mondja, a serdülők szerhasználati problémája mögött legtöbbször valamiféle pszichiátriai betegség tünetegyüttes áll. Ezek felderítéséhez a tesztek elengedhetetlenek. Az nem elég, hogy valaki józan marad. Nem elég, hogyha a józanságában támogatjuk, hanem magát a betegséget, a kiváltó háttértényezőt kell kezelnünk, és ehhez fel kell térképeznünk egy személynek a személyiség működését, a tüneteit, a képességeit, és ehhez nagyon nagy segítség ez a mostani pályázatból kapott adomány, tulajdonképpen egy ilyen teljes körű pszichodiagnosztikai kelléktár. Ez pedig már az egy éve létrejött országosan is egyedülálló gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs intézmény, ahol a fiatalok a gyógyulásig akár közel egy évet is eltöltenek. A diagnosztizálás után, amikor már nem elég az ambuláns ellátás, következik a fekvőbetegellátás. Az új intézmény 10 fővel működik, teltházzal. Miután a függő lányok ellátatlanok az országban, így itt őket fogadják. A lakók napi 4 csoportos foglalkozáson, egyéni mentori beszélgetésen, pszichoterápiás ülésen vesznek részt, emellett sportolnak, jogáznak és szabadidős programok is vannak számukra. A lányok szakaszos terápiában részesülnek, egy-egy szakasz végén pedig vizsgát tesznek. Ha pedig sikerül végleg lejönni a szerről, mások előtt is példát tudnak mutatni. Így volt ez a Tóvárosi iskolában is, ahol drogprevenciós előadást tartottak a felsős diákoknak. A fiatalok megtudhatták, hogyan válik valaki függővé, mit tud elvenni a szerhasználat, mit adhat a józanság, és miért fontos a megelőzés. Valaki 16 éves korától drogozik, és mivel bejön 28 évesen rehabra, azért azt 10 évet behozni, azt nem könnyű. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb a serdülőkor elején megtudják a tinik, mi mindennel járhat a függőség. Gönczi Gábor az egészségdok drogambulancia képviseletében érkezett a Tóvárosi iskolába 2 egykori droghasználó fiatallal együtt azért, hogy elmondják, jobb megelőzni a bajt. Egyikük arról mesélt, mit vett el tőle a drog és mit adott neki a józanság. Elsősorban kellettem a jövőképemet, meg így az élettől már a kedvemet is. És igazából, hogyha tehetném, akkor hogyha visszamehetnék az időbe, el se kezdeném, mert annyi minden rossz dologtól megkíméltem volna magam, hogyha így nem kezdek bele. Tőlem így a családomat is elvette, a végére teljesen elfordultak tőlem, mert rengeteget hazudtam nekik, meg így manipuláltam mindenkit. Ezért a lányt kidobták otthonról. Akkor jelentkezett a fehérvári tini rehabilitációra, amikor a barátait is, és ahogy mondta, saját magát is elvesztette. Amióta az intézményben van, józan. Ez az állapot pedig folyamatosan tanítja. Javul a kapcsolata a családjával is, visszanyerte az önbizalmát, és már tervei is vannak. Azt mondja, korábban a szerek egy tökéletes világot adtak neki, de amikor kitisztult, nem csak lelkileg szenvedett, komoly fizikai tünetei voltak. És bár segítség van, az egészségdok küldetése leginkább felhívni a figyelmet a megelőzésre. Azért tartjuk fontosnak, mert milyen jó lenne, hogyha nem 20 év szerfogyasztás után, vagy 40 év alkoholizmus után kéne valakit összerakni, avval a traumatizált történetével, ami mögötte van, ahol emberek százai véreztek, tehát rokonok, ismerősök, iszonyú sérüléseket hordoz ő maga meg a környezete, hanem milyen jó lenne, ha ezen végig sem menne az illető. A különleges foglalkozás a Zöldváros Fehérvár tüdeje topos pályázat bűnmegelőzési programjának köszönhetően jutott el az iskolába. 7.-8. osztályosokat vártak, hiszen a szakemberek szerint ők a legérintettebb korosztály. A mai világunk körbeveszi minden problémájával együtt a gyermekeinket. Nagyon sokféle hatás éri őket az internetes hálók kapcsán is, és azt gondoltuk, hogy ha egy ilyen interaktív programban osztályszinten részt vesznek, találkoznak olyan emberekkel, akik tudnak erről mesélni nekik, akkor ez hasznukra válhat. Az interaktív előadáson a diákok megtudhatták, hogyan lesz valaki szerhasználóból függő, hogy kell az érzelmeinket kezelni ahhoz, hogy ne nyúljunk a drogokhoz, és kérdezhettek is bátran, tabuk nélkül.
kreatívabbnál kreatívabb prototípusok születtek mindössze 24 óra alatt Sóston. Az Óbudai Egyetem, a város önkormányzata és a Harman első alkalommal szervezte meg ötlet és prototípus fejlesztő versenyét középiskolás diákoknak.24 órás csapatmunka, odafigyelés, programozás. Mindezek vártak azokra a fiatalokra, akik részt vettek az első ötlet és prototípus fejlesztő versenyen. A vetélkedőt Székesfehérvár önkormányzata, az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara és a Harman Becker Kft. Közösen szervezte meg. Most a középiskolásokat szólítja meg. 12 csapat vesz részt ezen a kis különleges ifjú mérnöki versenyen, és ez a 12 csapat ez úgy oszlik meg, hogy vannak közöttük fehérváriak, de vannak közöttük az ország egészen távoli vidékéről érkezett csapatok is. A 24 órás munka folyamán mindössze egy kikötésnek kellett megfelelniük a diákoknak. A fiatal tehetségeket országosan meghirdetett verseny keretében ebből a legjobb csapatokat ide hívhassuk egy 24 órás technikai maratonra, ahol kaptak egy feladatot, amely az érző hangrendszer megvalósításáról szólt, különböző megközelítésből, de valamilyen szinten hangot kellett adni annak, hogy egy érzelmi állapot, vagy egy élethelyzet, az miként szólalhat meg. Ez volt a mi harmad részéről lefektetett irányunk, és nagyon sok érdekes, kreatív, ebben a 24 órában valóban azt mondom, hogy minden lehetőséget itt a helyszínen biztosítva a diákoknak, nagyon-nagyon jó ötleteket és nagyon jó prototípusokat, működő prototípusokat láthattunk. Úgyhogy nagyon gratuláltam, és gratulálok is ezeknek a nagyon motivált és okos fiataloknak. A Harman ügyvezetője is a zsűri tagjai között volt, aki azt mondja, hogy nekik szakemberek számára is érdekesebbnél érdekesebb megoldások születtek. Az igazi különbség és a megközelítés, hogy mi az a jel, mi az a trigger, amely vezérli ezt a hangszórót, milyen érzelmi állapotokat hogyan tudunk mérni, követni, és ezt visszatükrözni akár hangerőben, akár más fizikai paraméterekben. És nagyon szépen valaki ezt leprogramozta, valaki már kicsit túlnőve a mi elvárásainkon, akár mesterséges intelligenciának lehetőségét jövőben felvetette, arcfelismerés, fiziológiai állapot, hőmérséklet, tehát nagyon sok megközelítést és megoldást találtunk, amely számunkra is, az iparban dolgozók számára is nagyon pozitív. Az elszánt elektrósok csapata is egy igazán kreatív prototípussal készült a megméretetésre, amely a hétköznapokban is megállja a helyét. Kiadták a feladatot, egyből elkezdtünk ötletelni, és hát kimentünk egy ilyen 5 perces szünetre, és egyből beugrott az ötlet, hogy mi az embereket igazából a termékünkkel szórakoztatni szeretnék leginkább, és egyébből kényelmességi funkciókkal ellátni. És akkor így mi valósult meg? Hát sikerült megvalósítani például a szórakoztatást, a látványosságot a ledekkel, és hát egy-két kényelmességi funkciót sikerült beleépíteni az úgymond prototípusunkba. Ezben benne van a hőmérséklet kijelző, a páratartalommérő, és hát egy ilyen úgymond egy ilyen gázérzékelőt, egy esetleges katasztrófa megóvás érdekében. Ugye itt a fűtés szezonnál például szokott lenni ebből baleset. Varga Dávid Attila elárulta azt is, a megvalósítás bizony okozott némi bonyodalmat a csapattagoknak is. Nehézséget okozott a váz szerkesztés, mivel sajnos annyira a 3D nyomtatásban nem vagyunk ott, és ez rengeteg időt vett volna igénybe, hogy abba a fizikai méretekben meg tudjuk valósítani, amit kiterveltünk neki, ezért csak egy ilyen egyszerűbb vázat sikerült neki csinálni, és hát sajnos a programozás is okozott néhány fejtörőt, a kódok, meg egyéb oldalakról leszedett hibás kódok miatt, de megoldottuk, sikerült megoldani mindent. A Tiszaújvárosi KT Solar egy emotikonos projektet dolgozott ki, amely az emberek érzéseit jelenítette meg hangvezérlés alapján. Nem volt nehéz, főleg a kitalálni hamar kitaláltuk. Igazából a nehézséget inkább a 3D-ben való megtervezése, illetve a koncepció jelentette, hogy helyezzük el térben egy-egy modult, vagy hogy rakjunk össze, vagy forrasztunk össze ugye egy-egy vezetéket, vagy hasonlók. Enikő elmondta azt is, már kicsi kora óta érdekli a számítástechnika világa, ezért gondolta úgy, hogy kipróbálja magát prototípus fejlesztésben is. Tulajdonképpen ez a Harman, ez csak így ráerősített, és tényleg sok tapasztalatot, élményt gyűjtöttem innen, és ez így tényleg így megerősítést adott abban, hogy így tovább menjek hasonló
hasonló fokozatokon, tehát tényleg csak pozitív élményeim maradtak. Még ha hosszú volt, fárasztó volt, akkor is. Az Óbudai Egyetem rektorhelyettese szerint ez a verseny kiváló felkészülési lehetőséget biztosította a továbbtanuláshoz azoknak a diákoknak, akik informatikus vagy műszaki pályán képzelik el a jövőjüket. Ha hozzánk jönnek tanulni, akkor hasonló versenyeken, illetve a képzésen hasonló jellegű projektmunkákon vehetnek majd részt, és ezzel tanulnak majd meg igazán jó mérnöknek lenni. Október utolsó szombatján kiderült az is, hogy melyik csapat találmányát értékelte a szakmai zsűri a legjobbnak. Az első helyezettek többnapos londoni tanulmányúton vehetnek majd részt, a többiek pedig a verseny során összegyűjtött virtuális pénzt értékes, a Harman által gyártott profi hangeszközökre válthatták be. Az illegális szemétlerakás és fakitermelés megszüntetését tűzte ki célul Székesfehérvár. Ezentúl ennek érdekében a város fás területeit kamerákkal figyelik majd a városgondnokság szakemberei. Na, kilúgta az orrát. Salamon napján visszatérhetett a Sóstó természetvédelmi területre Salamon a sűn, miután egy kutyával való találkozás miatt néhány hétig a vadvédelmi központ munkatársainak segítségére szorult. Elképzelhető, hogy a sűn is belekerül a most beszerzett vadkamerák egyikének látószögébe, bár a természet megfigyelése mellett a mobileszközök fő célja az illegális szemétlerakás és fakitermelés megelőzése. Ezzel meg lehet nézni. Emberek arcát. A város most 6 kamerát szerzett be, melyekkel az erdős területeket figyelik majd a városgondnokság szakemberei. Elsősorban az illegális hulladéklerakás, ami megszaporodott az elmúlt években, és szeretnénk ellene küzdeni, és ennek egyik része a megelőzés, és az pedig az, hogyha a lebukás veszélye az magasabb, már pedig, hogyha tudják azok, akik ilyen begondolkodnak, hogy lehet olyan kamera, amit ő nem vesz észre mondjuk egy ilyen területen, akkor talán kétszer is meggondolja, vagy háromszor is, és végül is úgy dönt, hogy mégse hozza az illegálisan lerakni a hulladékát, hanem elviszi oda, ahol ezt megteheti illegális formába. A kamerák mobilak és nagyon jól elrejthetők, ráadásul egy másik eszközzel folyamatosan figyelhető a kamerák által rögzített kép. A kamerák nagy látószögűek és nagy felbontású képet készítenek. Ezek amellett, hogy mobilak, olyan szinten is mobilak, hogy okos eszközzel össze vannak párosítva, tehát gyakorlatilag azonnal egy felhő alapú tároló egységbe juttatja az összes felvételt. Csete Gábor hozzátette, a természetvédelme érdekében a személyi jelenlétet is fokozzák az erdőkben. A városgondnokság minden rögzített szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúján mérlegelés nélkül rendőrségi feljelentést tesz. Az érvarratokról és áramlási folyamatokról tájékozódhattak többek között az orvosok és rezidensek a Fejér megyei Szent György Kórházban. A Skill Laborban szimulátorok segítségével gyakorolhatták az érvarrást. Három esettel találkoztak a rezidensek, szakorvosok a fehérvári Skill Laborban, ahol érsebészeti implantátumokon gyakorolhattak. Izbéki Ferenc, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház tudományos és oktatási orvosigazgató helyettese elmondta, az érsebészetben komoly, nehéz feladat az erek elvágása és megvarrása, az érsebészek hosszú évek során gyakorolják be a varratkészítést. A Skill Laborral a tanulási időt lehet lerövidíteni. A összevarrása, hogyha elvágják, akkor hogyan lehet összevarni? Ez egy nagyon komoly és nagyon nehéz feladat, mert hogy ha nem jól varja a sebész, akkor ugye utána később a betegnek vérzése lesz, és akkor újra kell operálni. Tehát az érsebész szerintem ott mérettetik meg, hogy milyen varratokat tud készíteni, és ezt begyakorolni, betanulni nyilvánvalóan hosszú évek során lehet, és ez a úgynevezett virtuális eszköz, amiben egy kis modellen készíti el a sebész a varratot, ezen begyakorolhatja a varratkészítést, ez valamilyen mértékben a valósághoz hű, és ezt a gyakorlatozást, ezt bárhol, bármikor csinálhatja, mert fölvesz egy ilyen virtuális szemüveget, ami rögtön egy ilyen műtéti környezetbe helyezi őt, és aztán ott van az a kicsi kis eszköz, amin a tűjével, a fogójával ügyesen elkészíti a varratot.
ezt akár otthon is csinálhatja, és aztán utána, amikor elkészült vele, akkor feladja postán, egy központi helyen megnézik, hogy akkor ez jó, sikerült neki, nem, ez még nem tökéletes, még gyakoroljon egy kicsit, és aztán így tovább. Ez lenne a lényege. Tehát amit ő hosszú évek során tapasztalatával a betegekben megszerez, azt a tanulási időt, azt le lehet rövidíteni. És általában az Skill Laboratóriumnak ez a lényege, mondjuk az én saját szakmámban, amit mindig szoktam mondani, én gasztroenterológus vagyok, tehát aki ilyen csöveket dugdos az embertársaiba alulról meg felülről, hát ezt azért el kell sajátítani, és ezt ugye én magam betegeken tanultam meg sok fájdalommal, nekem is fájt, néha a betegnek is fájt, hogyha nem ment, viszont ilyen modellek már a mi szakmánkban is vannak, és az, amit mondjuk én 2 év alatt a gyakorlatban elsajátítottam, azt 2 hónap alatt egy ilyen babán meg lehet tanulni. Az persze nem azt jelenti, hogy innentől kezdve gyakorlott és hozzáértő lesz, de hamarabb jut el oda, hogy megszerzi a kompetenciát. Ugye most a szakorvos képzésnek ez egy új, hát nem is tudom, elve, hogy igenis kompetenciákat, tehát képességekre, és azt minél hamarabb megszerezni. És ez ilyen szempontból egy nagyon tapasztalati dolog, tehát el kell végezni 150, nem tudom micsodát, és akkor utána ma azt mondjuk, hogy tudja, vagy 150 után megnézzük, hogy tudja-e, ha nem, akkor gyakoroljon még egy kicsit. Van, aki már 70-nél vagy 50-nél is nagyon jó tudja, nyilván a képességeink különbözőek, egy átlagos érték. Szóval azt gondolom, hogy ez fontos dolog, és akkor még egy dolgot hadd mondjak, ami velem fordult elő, ugye hát én is, ugye csak egy egyszerű példa, hogy ugye vért venni a betegtől, beleszúrni egy tűt a vénájába. Egyrészt ez nem magától értetődő dolog, hogy egy másik emberbe beleszúrjon valaki egy tűt. Még annak se, aki orvosnak készül, tehát ezt begyakoroltatni az orvostalgatókkal nem olyan könnyű. A másik az, hogy ha nem sikerül, akkor, ahogy mondani szoktuk, eldurran a véna, jó nagy kék folt lesz ott, és akkor... Most amikor én fiatal orvos voltam, akkor hát nem baj, hát majd begyógyul, nem baj, majd megtanulják, hát ez. Most mi van? Az van, hogy a vizitent fordult elő velem, hogy mentem, és akkor azt mondja a beteg, egy néni, egy ilyen 61 néhány éves hölgy, hogy nézze meg, milyen nagy kék folt van a kezemben. Úgy fáj. Maga meg a tévében arról beszél, hogy ilyen babákon begyakoroltatják. Hát küldj oda őket, aztán majd utána jöjjenek én hozzám gyakorolni. Szóval ez a helyzet, és igenis nem azért, mert ez az elvárása, hanem ez a kornak az igénye, ezért kell így csinálni. A Skill Laborban azok is gyakorolhatnak, akik már évek óta végeznek érsebészeti műtéteket, a rezidensek pedig a modelleken tökéletesíthetik technikájukat. A Skill Labor mondhatni az orvosképzés és az egészségügyi szakdolgozó képzés jövője, hiszen itt zajlanak azok az úgynevezett készségátadások, amelyek segítik majd később a betegeink úgymond jólétét és ellátását. Ez azt jelenti, hogy itt zajlanak azok a készségszintű oktatások, vénabiztosítás, újraélesztés, különböző előkészítések, amelyeket utána majd élesben már lehet nem gyakorolni, hanem végrehajtani a betegeinken. A Skill Labor projektje néhány héttel ezelőtt zárult. Az eszközökkel felszerelt környezetben könnyen tanulhatnak a szakorvosok, szakorvosjelöltek. Indulnak a képzések sok területen, és amiért most itt vagyunk, az az érsebészeti skill képzés érsebészek számára. Múlt héten tartottunk a családorvosok számára egy kiterjesztett újraélesztést. Terveink kiterjeszteni a laikus közönség felé is egy 400 millió forintból felszerelt fantasztikus Skill Labor indult Székesfehérváron. A kórház Skill Laborját bárki megnézheti közelebbről. November 10-én és 17-én például nyílt napra várják a középiskolásokat.
Végezetül pedig ismét bemutatunk egy Séda Zoltán kollégám által készített kisfilmet, amely az olykor bizony idegesítő szomszédi szokásokat tárgyalja. Hú, basszus, este 8 óra van, most értem haza. Fú, de jót fogok aludni. Na, ne szórakozzál. Hétköznap, hétfőtől péntekig, reggel 7-től este 7-ig lehet ilyen fúrás-faragást, ilyesmit, ilyen tevékenységet végezni. Hétvégén, tehát szombaton reggel 8 órától egészen 7 óráig. Ünnepnap, illetve vasárnap ünnepnap nem lehet. Ettől eltérhetnek a társasházak, szervezeti működési szabályzatban lehet ezt szabályozni, és a házi rendben. Hány házi állatot, tehát most teszem, azt kutyát lehet tartani a lakásban, ezt nem lehet szabályozni, sem SMS-ben, sem házi rendben. Hogyha zavarólag hat a kutyaugatás, ez mondjuk főleg az éjszakai órákra vonatkozik, akkor az önkormányzatnál a jegyzőhöz lehet fordulni ezzel kapcsolatosan, és bejelentést tenni. A hangoszene hallgatás az este 10 óráig lehet. Ha lomkának használják a lépcsőházat, hogyha ezt a katasztrófavédelem ebből feljelentést tesz, illetve megbüntet a társasházat, akkor ezt mi a lakókra hárítjuk. Tehát nem lehet semmi olyan táj, ami akadályozza az ő mozgásukat, illetve tűzveszélyt okoznak. A társasházi törvény rendelkezik a dohányzásról. Közös területeken, zárt területeken ugye már nem lehet dohányozni, tehát nem lehet lépcsőházba dohányozni. Azt már nem lehet megtiltani, hogy a lakásában ne dohányozzon valaki. Elég zavarólag hat, hogyha a szellőzőkön keresztül ugyebár a szomszédot zavarjuk ezzel a dohányzással, vagy éppenség az erkélyen dohányzik valakit, nem tudunk ellene tenni, ezt egymással meg kell, hogy beszéljék a szomszédok. Ha veszekednek kiabálások, az rendőrséget kell hívni. Amire még felhívom a figyelmet, hogy a társasháznaknál megjelenő galambokra, illetve a macskák, a kóbormacskákra, hogy ne etessük őket. A galamboknál a galambpiszak az, ami veszélyforrása, hogy kihagynak valamilyen ételmaradékot vagy ételt esetleg, amivel etették a kóborkutyát vagy macskát, akkor ott megjelennek az rágcsálok. A rágcsálok szintén veszélyforrása lehet bármilyen betegségnek. A közös képviselők írjanak, de ezeket bizonyítani is kell, tehát az, hogy milyen hanghatások vannak, milyen panasszal éltek, illetve mi az, amit ők kifogásolnak itt a társasházon belül. A közös képviselet a jegyző szok fordulni és birtokvédelmet fog kérni. Olyan jó lenne, hogyha holnap este felmosná a szomszéd a laminált parkettáját, mondjuk egy rotációs kapával. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.